Megkezdődik egy régi adóság, a Deák utca vízelvezetőinek korszerűsítése. Most a tavaszi esőzéseknél kiderültek bizonyos utcákba, hogy mondhatnánk azt, hogy illetve úgy fogalmazhatjuk, hogy katasztrofális vízügyi helyzet van eső esetén. Ezt főleg a Deák utcában tapasztaltuk, mely Deák utcára meg is fogjuk kezdeni rövid úton a patkarendezést a csapadékvízelvezetéssel együtt. Erről adtunk hírt néhány héttel ezelőtt. Azóta a munkálatok elkezdődtek, ami azért is fontos, mert a Deák utca rendbetétele a régi adóssága a lakosság felé a város vezetésének. A városunknak egy olyan utcájában kezdtük meg a munkálatokat, ahol valószínűleg akkor folyt utoljára munka, amikor társadalmi munkában maga a betonozás elvégzése került. Az elmúlt hetekben volt két alkalom és egy olyan komoly esőzés, ami ismételten megmutatta azt, hogy van tennivalónk ebben az utcában. Ezért úgy döntöttünk, hogy meg is kezdjük a munkálatokat. Ezért a Deák Ferenc utcának a Bajai út és Nyíki utca közötti szakaszán már a patkarendezés zajlik, illetve a földárkoknak a korrekcióját fogjuk elvégezni az elkövetkezendő napokban. Ezek továbbiakban is szikkasztó árkok, ami azt jelenti, hogy a víznek a jelentős részét el fogja szikkasztani, csak a nagyobb mennyiségű víznek a lefolyását próbáljuk majd kormányozott módon megoldani. Ez a fázis fog befejeződni valószínűleg néhány napon belül, majd ezt követően a Nyéki utca és a Magyar utca közötti szakaszon is megkezdődnek majd a munkálatok. Itt elsősorban a csapadékvízelvezető árkokat próbáljuk majd olyan állapotba hozni, hogy a felső szakaszról lejövő vizet minél gyorsabban le tudjuk vezetni a befogadó lajvérpatakba. A források rendelkezésre állnak. A város vezetése arra kéri a lakókat, hogy a munkálatok befejezése után tartsák karban a vízelvezetőket. Ez szükséges ahhoz, hogy a vízlevezetés az folyamatos legyen. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a település keleti részén problémás a vízlevezetés, mert ezek szűk utcák voltak, a menet közben az évek alatt kialakított utaknál nem nagyon tudtak figyelni arra, hogy a vízelvezetés is megoldott legyen. Vannak még kritikus szakaszok, hát ezeknek a felmérése folyamatosan zajlik, és a források figyelembevételével, illetve a lehetőségek mentén megpróbáljuk ezeknek a karbantartását is elvégezni. Ebben az esztendőben ez a legnagyobb projekt, amit fogunk végezni. A település többi pontján kisebb patkarendezési munkák, illetve patkajavítások történnek majd, de nagyobb volumenű munkát erre az esztendőre már nem terveztünk. A keretösszeg, ami rendelkezésre áll a város teljes területén patkázási, illetve csapadékvízelvezetési feladatokra, az 4 millió forint. Ezt fogjuk ebben az esztendőben a lehető leghatékonyabban felhasználni.